hogy itt körbenéztem, jól láttam, hogy kicsivel többen vannak, mint tavaly? Igen, 75 csapat van jelen pillanatban. Tavaly mennyien volt? 72. A szervezésről, ha mesélné nekem egy kicsit, bár gondolom, hogy ez már nálatok rutinból megy, tehát tudjátok, mikor kell elkezdeni, hogy zajlott ez idén? Rutinból megy, úgy tűnik, hogy rutinból megy, de nagyon-nagyon izgultunk. Már hónapokkal ezelőtt kezdődött a szervezés úgy, ahogy az elmúlt években. Mi nagyon nagy segítségünkre volt az önkormányzat, és hát ezúton is csak köszönhetjük a segítségüket. És mitől izgultatok? Hiszen olyan én még nem volt, ha jól emlékszem, hogy valami baki, nagy baki becsúszott volna. Mi nem vagyunk ugye profi szervezők, tehát nagy baki nem csúszott be még egyetlen egyszer se, de az időjárás, ugye kinti rendezvény, rengeteg ember van kicsi helyszínen, hát nem tudjuk, miért izgulunk. Én legalábbis nagyon izgulós vagyok egyébként is, de ez egy tehát nagy feladat számunkra. Hát bizony nagy feladat. Ha jól emlékszem, már mondtad egyik évben, hogy annyira nagyon sokan vannak, hogy valami új helyszínt kéne keresni, hiszen szerintem már itt nem sokáig férnek el, ha így növekszik a létszám. Hát nem nagyon szeretnénk új helyszínt keresni, mert ennek a helyszínnek van egy olyan csodálatos hangulata, hogy nem is tudjuk, hogy hova lehetne átrakni, ahol ugyanez a hangulat elő. Ugyanaz jellemző, mint a tavalyi években, hogy nem csak baráti társaságok, hanem különböző egyesületek, szervezetek is neveztek, ha néhányat felsorolnál. Igen, hát újak is vannak, az ungvári művek, az Atkári Texolg cég, hát most nem biztos, hogy kapásba eszembe jut, hogy kik az újak, de van osztálytalálkozó, például van itten. Az volt, ha jól emlékszem, tavaly. Tavaly ugyanazok vannak most is, igen, és ez tulajdonképpen majdnem egy csapatépítő tréningnek is felfogható ez a... Itt mögöttünk rengeteg bográcsban készül a kakaspörkölt. Erről, ha mesélnél, ez kinek készül? Hát a mögöttünk levő bográcsokban tulajdonképpen azoknak készül az étel, akik mint turisták eljönnek ide nézelődni, és lehetőségük van a vásárlásra, hogy aki nem tartozik egyetlen egy csapathoz sem, de szeretne megebédelni, és egy jó emlékkel hazatérni, annak is legyen erre lehetősége. Tehát ezek a fiúk azokra főznek, akik vásárolni szeretnének. Egy kicsit a programról, ha mesélnél, nemrégen gyújtották meg a tüzet a bográcsok alatt. Mi fog itt zajlani a mai nap folyamán? A kiskörösi zenészek és táncosok, meg még az akasztóiak fognak szerepelni a nap folyamán. Hát remélem nem hagyok ki senkit se. A Kothenc Lajos, Nani, a Szürke Verebek, az Evangélikus Fúvós Együttes, Szivárvány Néptánc Együttes, Vízkereszt Citera Zenekar. Ez a napnak a különböző időpontjaiba. Pontosan én most azt nem is tudom, hogy mikor, de... Ez is hagyomány, hiszen ehhez ragaszkodtok, hogy csak kiskörösiek léphetnek fel. Igen, nagyon-nagyon sokan megkerestek a vidékről is, de mi úgy éreztük, hogy ez így indult, és ez most a kiskörösieknek egy ünnepe, és akkor szeretnénk, hogy a kiskörösiek is szerepelnének. Díjazás változott a tavalyi évhez képest, vagy ugyanarra számíthatnak, hogy különböző kategóriákban hirdettek eredményt? Különböző kategóriákban, pörkölt kategóriában 3 díjat fogunk kiadni, leves kategóriában 3 díjat, és 3 díjat adunk ki a csapatok megjelenése, a sátor díszítése, ebből is 3 ajándékot fogunk kiadni. De nem kötelező mindenkinek a kaspörköltet készíteni? De a pörköltet kötelező, a levest pedig lehet főzni. Hát mivel, hogy ez egy pörkölt főző verseny, így hát kakasról szóljon ez a mai nap. Említett a főszervező, amikor beszélgettem vele, hogy az utóbbi években az önkormányzat nagyon-nagyon sok segítséget nyújt ahhoz, hogy ez a kakasfőző sikeres legyen. Az anyagiakon kívül miben tud még az önkormányzat segíteni? Én azt gondolom, hogy az önkormányzat emögé, a rendezvény mögé is odaáll, mint minden mögé, ami a várost és a városban élőket segíti. Nem csak a anyagiakban, természetesen egy ilyen rendezvénynek komoly anyagi vonzata van, amit sem Dedák Palitól, sem Danisévától nem várhatunk el,
így aztán mi itt állunk anyagiakkal, itt állunk a sátrainkkal, itt állunk az emberi erőforrásainkkal, a Köröskom, a Körösszol Kft. Kapacitásával. Fölépítettük gyakorlatilag ezt a rendezvényt, és hoztunk mindent, és csináltunk mindent az anyagiak fölött, amire szükségük volt a rendezőknek. Tudom, hogy polgármester úr már sokszor elmondta, hogy a rárosi rendezvények közül a kakasfőző ott van a legnagyobbak között. Gondolom, hogy ez is az oka annak, hogy odaállnak a szervezők mellé. Mindenképpen. Én azt látjuk, hogy alulról építkező vállalkozás volt, civilek kezdték el, nem az önkormányzat kezdte el, és ma a térség legnagyobb főzőversenye. Van még ilyen egyébként a térségben, ami ilyen alulról jövő kezdeményezés, és ekkorává nőtte ki magán? Azt nyugodtan mondjuk el, hogy a legnagyobb az a bajai halfőző. Valahol... De az is ilyen civil kezdeményezés? Talán valamikor igen, egy egyesület kezdte el, és óriásiává nőtte ki magát. Szerintem igencsak a megyében lehet, hogy a második legnagyobb rendezvényé már mi nőttük ki magunkat ezzel a kakasfőzővel, és nem is szabad abba hagyni, ezt fejleszteni kell, bővíteni kell, és ha majd kinőjük ezt a helyet, akkor meg kell találni azt a helyet, ahol a fejlődésnek már nem a hely lesz az akadálya, és még a keceli birkafőzőt is meg kell említenünk, ami most volt 2 hete. Ők is alulról építkezve nagyon ügyesen, kecelen a birka ugye azért egy alapétel, és ők is jönnek föl szépen. Tehát azért azt látom, hogy ezek a főző, gasztronómiai rendezvények, ezek nagy sikerűek a térségben, és annak örülök, hogy mi kiskörösiek megint ebben is élen járunk, köszönhetően Dedák Palinak és Danis Évának. Most zsűri tagjaként végig járta az összes főzőhelyet. Honnan érkeztek vendégek? Gondolom, hogy azért kérdezősködtek, hogy honnan jöttek a főzőcsapatok. Nem kell mindet felsorolni, csak olyan, akik mondjuk messziről jöttek. Jönnek mindenhonnan az emberek, most már, ezt nyugodtan mondhatjuk. Egyelőre azt látom, hogy azért kiskörösi vállalkozásokhoz kapcsolódóan üzlettársak, barátok, már egészen az ország másik részéből is eljönnek, szállásaink nincsenek, minden le van foglalva erre a 2-3 napra is. Ez a kiskörösi turisztikát nagyon-nagyon fejleszti, erősíti, és kiskörös jó hírét viszi. Ami a nagyon fontos, hogy olyan baráti körök és olyan lehetőségek vannak ebbe a rendezvénybe, ahol nagyon-nagyon jót lehet beszélgetni egymással. A mai rohanó világban szinte már csak telefonon, autóból beszélünk egymással. 120. Vagy elektronikusan. Köszönöm szépen, vagy elektronikusan. Itt viszont együtt tudunk lenni. Még egyet hadd emeljek ki, ami nagyon-nagyon tetszett, hogy a Texo Kft. Itt van. A Texo Kft. Mellett van az ungvári művek, és ketten közösen még egy sátrat foglaltak. Azt hiszem, hogy ez a legjobb üzenete az egész rendezvénynek, hogy két cég, aki ugyanabban a szegmensben dolgozik, együtt jelennek meg, külön-külön is, de együtt is, és mind a ketten büszkén mondják, hogy mi, nekünk van egy közös sátrunk. Na, ez a legfontosabb üzenete, nekem ez esett eddig a legjobban. Most a zsűri végigjárta az összes sátrat, és ha igen, akkor mit tapasztaltatok? Igen, ilyenkor még csak végigjárjuk a sátrakat, nézzük a külalakot, hogy milyen a díszítés, kicsit beszélgetünk velük, hány kilóból főznek, mit főznek. Hát általában kakaspörkölt és leves, ugye kettő között vagyunk. Most a levest is fogjuk zsűrizni, de ilyenkor még nem kóstolunk, tehát most tették fel. A külalakot kicsit beszélgetünk velük. De gondolom, hogy ezután leültök és azért megbeszélitek, hiszen tudom, hogy a külalak, a külsőség is díjat kap. Igen, már értékeljük a külalakot, tehát most ez a kör megy, és utána már nem biztos, hogy lesz még egy körre idő, mert ugye ha mindenhol csak 2 percet vagyunk, akkor is majdnem 2 óra hossza kellene, de le fogunk küldni majd a 73-as sátorba, és oda hozza mindenki. A leveseket azt még itt fogjuk zsűrizni, mert az nem olyan túl sok van, szerintem olyan 5-6-an főznek leves. Viszont... Milyen leveseket főznek? Hát például van, aki csirke gulyást főz.
van, aki sima újházi tyúkos levest főz, van, aki kakas levest főz. Tehát különböző levesek, de mind szárnyasból készült levesek lesznek, és utána pedig a pörkölteket fogjuk értékelni, de azt már odahozzák majd szám szerint a sár. Mind kakas pörkölt? Vagy azért lehet mással is nevezni? Nevezni nem lehet mással, főzni főzhet bármit. Tehát én láttam egy helyen, ahol birkát is főznek, de ők saját részre a baráti köröknek, de nevezni csak a kakassal, szárnyassal lehet. Tyúkkal vagy kakassal. El nem tudom képzelni, hogy zsűritagként megkóstolok 70, nem tudom mennyi kakas pörköltet, és különbséget tudok tenni mondjuk már az ötödik után. Hogy működik ez? Hát azért lehet különbséget tenni. Megkóstoljuk, valóban így van, mint a 80-at, durván, nem is 70, hanem a 80-at. Megkóstoljuk, viszont van azért mindig ott alma, meg egy kis üdítés, akkor, vagy víz, akkor az a leömlítés, és újra kóstoljuk. Szerintem meg lehet kóstolni. És ugye a bort nem nyelik le a borbírák. A zsűri most lenyeli azt a kakas, mert az is 80 falat. Igen, igen. Hát mi lenyeljük természetesen. Mi ha bort bírálnánk, azt is lenyelnénk. De az a lényeg, hogy mi lenyeljük, és megkóstoljuk, nézzük az ízét, színét, zamatát, állagát, stb. Még a táj jellegre is, ha valaki esetleg valahonnan vidékről jött, azt is értékeljük. És szerintem hát mindenki lenyeli, megkóstolja, az biztosan, úgyhogy... A végén azért nem vagytok már éhesek. Én most vagyok 5-5-ször, ugye 9-szerik, és 5-5-ször vagyok a zsűri elnöke, de én még soha nem ettem utána valahol, tehát az nekem bőven arra napra, még másnapra is elég. A Bemiskola már nagyon régen résztvevője ennek a kakasfőző fesztiválnak, és Becsi Márti tanítónéni osztálya pedig most már hanyadik alkalommal? Most jelenleg az első alkalommal jöttünk ki. Igen, ő a régi osztályával is. Van, most második C-vel jöttünk ki ide a kakasfőző versenyre. Látom, már Bográcsba készül. Kik a főszakácsok, apukák? Így van, édesapám, Gyuri János, aki a pacsal pörköltel foglalkozik, ő Király Péter, az egyik tanulónknak az édesapja, és van egy nagyon aranyos segédünk is, a Viktornak a nagypapája. Anyukák is jönnek majd? Mert most csak ön van itt egyedül. Igen, majd jönnek ki a többiek is, csak sokan ugye dolgoznak, meg ugye sok a kisgyerek is, a kistesó, és ezáltal majd ők később majd érkeznek. Én úgy hallottam, hogy a gyerekek is készülnek, mivel? Persze, a gyerekeknek lesz egy nagyon szép jelmezük, a fejükre kartonpapírból kis kakastaré lesz hozzá, ilyen gumiszallaggal kötve a kis fejecskéjükre. Pacalpörkölt, meg kakaspörkölt is készül? Így van. És kiknek, kik lesznek a vendégek? Gondolom szülők? Szülők, gyerekek, hát számításunk szerint 75 fő lesz, úgyhogy nem leszünk kevesen, de hát elsőnek majd a gyerekek esznek. És hányan vannak az osztályban? 20. És 70 vendég lesz? Így van, hát ugye kistesók, unokatesók, nagyszülők, mindenki. És nehéz volt a szülőket meggyőzni a tanítónéninek, hogy kijöjjenek ide a kakasfőző? Nem. Nem, abszolút nem. Hála Jóistennek jó az időjárásunk is, úgyhogy ezáltal nem. Úgy tudom, hogy ez egy családi nap, ez a neve is. Így van, ez egy családi nap, azért is leszünk nyilvánvalóan ennyien is. Ezt a rengeteg érmet látva én úgy gondolom, hogy valami sport tevékenységet folytat ez a baráti társaság, vagy a Spartan Egyesület? BTF Team néven vagyunk jelen a versenyeken. Spartan versenyekre járunk alapvetően, de minden más olyan terepfutó versenyre szoktunk járni, amit Magyarországon vagy a környező országban megrendeznek. A fő az inkább a Spartan versenyek. Erről meséljen nekem egy kicsit. Hát a Spartan versenyeknek, tehát az alap, ja, az három verseny, ez egy sprint, az egy 5 pluszos verseny, az általában 8-9 km szokott lenni, itt minimum 20 akadály van, a második a szuper, ami 13 plusztos, az általában 15-16 km, itt 25 és 30 akadály között van, illetve van a bizt, az pedig minimum 20 km, az általában 25 fölött szokott inkább befejeződni, és minimum 30-33 akadály van rajta. És mik ezek az akadályok? Ügyességi akadályok, van köztük
palánk alatt, palánk fölött átmászások, úszás, az egyik nagyon jellegzetes akadálya, az például nagyon egyszerű dárdadobás. Hát bele kell dobni egy dárdát egy szalmabálába bizonyos távolságról, kötélmászás, különböző falakon átmászások, akkor van benne úszás, rengeteg vizes akadály van benne, különböző cipelések, viszont amivel nagyon nehézé teszik, az az, hogy olyan terepet jelölnek ki általában, ami meggyötri a versenyzőket nagyon. Ugye Spartan ez a neve a versenynek, van valami köze Spartánhoz? Isten igazából, aki ezt az egészet kitalálta, az akkori harcosoknak a képzéséhez, a mindennapjaihoz próbálta ezt a versenyt igazítani. Ugye vannak ennek a versenynek olyan részei is, amik sokkal hosszabbak, akár 6, tehát van belőlük az a neve, hogy Hurrikán 7, abból van egy 6, illetve 12 órás versenyszám. Itt Isten igazából a csapatszellemet próbálják ugye összekovácsolni. Ezt az amerikai tengerészgyalogságnak a kiképzésére alapozzák ezeket a versenyeket, tehát olyanok is a feladatok. Összekötött lábbal kell ugrálniuk, menniük, akkor bele van a kezükbe kötve farönk, akkor a csapattársat kell vinni hosszú kilométereken keresztül, tehát gyakorlatilag minden olyant kitalálnak, amivel megnehezíthetik a versenyt. Illetve van egy 24 és egy 72 órás versenye, ez a Gogé, ezt most rendezték meg nemrég Mongóliába, és ezen egy magyar hölgyike is részt vett. Hál' Istennek sikerült is neki végigcsinálni ezt a versenyt, illetve az egyik csapattársunk volt Szlovákiában, Valcsán, szeptember 1-jén rendezték meg az ultrát, ami úgy néz ki, hogy minimum 50 km, és legalább 60 akadály. Tehát ő is sikerült ezt a versenyt időkorláton belül befejeznie. Említette, hogy csapat, a kiskörösi csapat tagja? Igen. Kik a tagjai? Kiskörösiek? Igen, nagy többségében kiskörösiek, de vannak kecskemétiek, vannak tattabányaiak, tehát sok helyről szoktak általában hozzánk csatlakozni. Van például csapattársunk Vadkertről, Sotvadkertről, de inkább kiskörösiek, igen. Akik most itt vannak, ők kiskörösiek, és készül a csapatnak a pörköltje, kikészíti. Igen, Sámári Krisztián barátunk, ő a szakács, egyébként a jelenlévők egyébként igen, mind csapattagok. Ő egyébként szakács, vagy csak hobbiból szakács? Szerencsére szakács. Akkor ez tényleg szerencse. Még ugye elég kezdeteknél van, kóstolta már egyébként a pörköltet? Még nem. Vendégek a csapattagok lesznek, és még kik esznek ebből, gondolom, hogy finom pörköltből? A vendégeinknek a nagy részét most azon támogatóink alkotják, akik segítettek nekünk a november 3-án és 4-én megrendezendő Trifecta világbajnokságra kijutnunk, anyagi támogatás gondolok ez alatt. Ezt most fogják megrendezni Görögországba, Spártába. Tehát ez egy egyszerű és vissza nem térő lehetőség az, hogy olyan helyen versenyezzünk, ahonnan az egész elindult. Gratulálok hozzá, ez szép eredmény. Mit kellett ehhez csinálniuk? Ez egy ilyen összetett verseny, hogy az évközben elért eredmények alapján lehetett kijutni, vagy volt egy verseny, ahonnan tovább lehetett jutni? Nem, ez úgy néz ki, hogy rendeznek úgynevezett trifecta hétvégéket, illetve trifektákat. A trifecta az az, hogy egy adott éven belül egy sprintet, egy szupert, illetve egy bisztet le kell futni, tehát úgymond célba kell érni a versenyen, ez nagyon fontos, és azok, akik ebben az évben
megcsináltak legalább egy trifektát, azok kvalifikálták magukat erre a versenyre. De miután sajnos ugye a versenynek a létszáma is korlátozott, csak az első 2000 főnek a nevedését fogadják el, és akkor a szerencsénk volt, hogy még sikerült beneveznünk a versenyre. Még az érdekelne, hogy ugye ennek a kiskörösi csapatnak az a neve, hogy VTF Team, minek ez egy rövidítés, gondolom, a VTF. Igen, na most ez a fiatalok körében ez eléggé kétértelmű, ugye, de Isten igazából mi ezt úgy vittük át, hogy tehát, mi a célja ennek az egésznek, tehát ő úgy vertő finish, tehát nem az, amire az általában az emberek gondolnak, bár szokott belőle félreértés lenni versenyeken, szoktunk is általában hallani a hátunk mögül, hogy tehát nem mindig arra gondolnak, amire mi, de hát rossz az, aki rosszra gondol. Én úgy tudom, hogy az ungvári cég először van a kakasfőzőn. Miért döntöttetek úgy, hogy kijöttök? Tulajdonképpen maga az ungvári Wörz Kft. Először van, de én jól magam már több év a szervező bizottságban is benne vagyok. Minden előzetes megbeszélést sem részt veszek. Miért? Az a kérdés, hogy eddig miért nem jöttetek? Igen, hát azért nem jöttünk, mert én azt vártam, hogy egy ugyanúgy, ahogy a kakasfőző verseny vagy fesztivál elkezdődött, alulról jövő kezdeményezés legyen. Most ezen a héten kedden az embereim közül egy néhányan megkérdezték, hogy mi miért nem jelenünk meg. Hát mondom, emberek, én ezt vártam, én mindent finanszírozok, segítek a szervezésben, de én ezt vártam, hogy lentről induljon a kezdeményezés, hiszen látjuk azt, hogy a kakasfőző fesztiválnak a kulcsa az pontosan az, hogy egy lentről egy-két bográcsból jövő kezdeményezés alapján nőtte ki magát ide, hogy most már 70-80 csapattal főzünk. És végül hány dolgozót láttok majd vendégül? Tehát a kezdeti lelkesedés megmaradt? Minden dolgozó hivatalos, sőt a hozzátartozó is hivatalos, hogy hányan tudnak eljönni, nem tudom. Mivel a héten lett ez eldöntve, hogy jövünk, meg hála Istennek tudtak helyet is biztosítani, így nem tudom, hányan tudnak részt venni. Nyilvánvaló, hogy ha minden dolgozó jönne és a családtagok, akkor lenne egy 90-100 fő, az biztos. A dolgozói létszám 40 fő a cégnél, most ha egy-két embert hozzászámolunk mindenkihez, ez óriási létszám lenne. Mondtad, hogy te már hosszú évek óta segíted a fesztivált, most is onnan hoztalak el, hiszen a közös kakaspörköltet készíted. Nektek ki készíti akkor a kakaspörköltet? Hát nekünk az egyik dolgozónk, aki nem olyan egy éve dolgozik körülbelül a cégnél, Fazekas Andrásnak volt, meg a Parlag Sanyinak a kezdeményezése, és ők ketten is vállalták be a főzést. Nyilvánvaló, hogy nagyon sokat segített a többi dolgozó is. Hát jó a kollektíva. Nagyon örülök annak, hogy ez a fajta társasági összefogás kialakul ezen a területen is, hiszen a mi cégünknél minden évben van csapatépítő tréning, ami már idén megvolt, és így most még egy megalakul. Bízunk abban, hogy a csapat, ez a csapat, ez egyben marad, és abban is bízunk, hogy a kakasfőző fesztivál az hosszú éveken, évtizedeken keresztül működni fog. A másik nagyon-nagyon számomra érdekes dolog, vagy nagyon szép dolog, hogy egy sátorral arrébb egy hasonló profilú cég főzi a kakaspörköltet, sőt, ketten együtt is állítottatok egy sátrat. Ez hogy alakult így? Hát a Texol Kft-vel mi egy nagyon régi partneri kapcsolatban állunk a mai napig. Nagyon korrekt együttműködés van köztünk. Ez úgy alakult, hogy náluk is úgy tudom, hogy a héten utánunk, tehát kedd délután valamikor jutott az eszükbe, hogy miért nem indulnak. És így én voltam a segítő a kakasbeszerzésbe, közösen szereztük be a kakast, mivel közösen dolgozunk, összefogunk, és ők ugyanígy mellé álltak ennek a dolognak. Tehát gyakorlatilag indigóval készült az ő rendezvényük a miénkre. Van egy közös sátor is. Ott kinek készül a pörkölt? Hát a közös sátor az nem annyira közös sátor. A fa miatt, ami előttünk van fa, az miatt ezt a sátrat ketté kellett osztanunk. Mivel, ahogy mondtam, a szervező bizottságban is benne vagyok, nem lenne praktikus, hogyha valaki megkapná azt a sátrat, és nem tud előtte leülni. Tehát ez tulajdonképpen ezért lett ez szervezői feladat, már nem a két cégnek az együttműködéshez nincs köze. És akkor inkább elosztottuk azt a sátrat két felé. Egyik fel az övéké, másik a miénk, de nem közös a pörkölt egyébként.
Az előbb hallottuk itt az Ungvári cégnél az interjúban, hogy valahogy most összedolgozott a két cég. Mi volt az együttműködés hogy a szervezésben? Hát igazából régóta együttműködünk maga a munkában is, igazából illetve baráti kapcsolatban is van a két cég nagyon hosszú idő óta. A mi cégünk a Texo Kft. 25 éves idén kapcsán is igazából gondoltunk, hogy indulunk most a kacsvöző versenyen. Illetve a két cég az mondom, tényleg nagyon régóta baráti kapcsolatban van, régóta szoktunk együtt főzni is, akár együtt dolgozni, tehát tényleg... Hallottam, hogy itt is alulról jövő kezdeményezés volt, hogy a cég részt vegyen ezen a kakasfőzőn. Így van, mi igazából mit találtuk ki ketten a Baranyi Zsolttal, hogy... Múlt pénteken este, és nagy gondba voltunk, hogy be tudunk-e kerülni, mert még életünkben nem voltunk itt, igaz ez a 9. kakasfőző fesztivál, de mi még nem voltunk. És miért gondolták azt, hogy érdemes kijönni? Azért, mert... Hallották a jó hírét, vagy mi volt az oka? Meg régebben is szerettünk volna eljönni, de valahogy nem volt meg az, hogy eljön a cég. És kell, ugye csapatépítésként is igazából jól tesz az egész kollektívának, hogyha itt vagyunk és jól érezzük magunkat. Önként vállalás volt ez, hogy ön főzi a pörköltet? Életemben nem főztem még. Önként vállalta, vagy? Igen. Hát úgy, hogy kettőbe főzünk. Az Andi főz az egyikbe, mert ő már nem kezdő. Én most főzök életemben először. De... Egy bátor ember. Igen. És lesett az Anditól, hogy Andiról, hogy kell? Este 11-kor még az interneten néztem, hogy főző tanfolyamokat kerestem, hogy kell főzni kakaspörköltet. És de ezt most komolyan mondja? Komolyan, tehát nem viccelek. Este 7-kor kezdtem el darabolni a 6 kiló hagymát, mert elmentem a testvéremtől megkérdezni, hogy 25 kiló tyúkhoz mennyi hagyma kell, és a Tesco-ba vásároltam 6 kiló hagymát. Otthon van hagyma szeletelünk, de tegnap este jöttem rá, hogy kell hagymát szeletelni. És őszintén megmondom, az asztal teli volt hagymával, mindennel, de a hagyma szeletelőt nem mertem a lakásba elmosni, mert kint kellett az udvaron. Képzelje el, hogy a kezdők szerencséje lehet, hogy megnyerik a kakasfőt. És a... lehet. Ez benne van, mert mi készültünk. Tehát az egész családnak nem lesz gondja a náthára, mert olyan hagymaszag volt a lakásban, hogy... Ott. Hát akkor kívánok sok sikert, és remélem megszereti a kakas pörkölt készítést, és jövőre is találkozunk. Szeretnénk itt lenni. Még tegnap vettünk paprikát, mert abból se tudtuk, hogy mennyit kell venni. Úgyhogy este 7-kor sikerült egy termelőt találni, ahol tudtunk venni paprikát. És a kakas hogy került a kakast azt honnan sikerült? Hát a kakast az Bócsáról sikerült szereznünk, mert ugye a környéken már nem volt, de... Azt is az egyik kollégánk intézte el, hogy kapjunk. A protokon 9. alkalommal van itt a kakasfőzőn, és ez a 9. kakasfőző, ami azt jelenti, hogy az elsőn is itt voltatok, és te is ott voltál. Hogy emlékszel erre? Hát én arra úgy emlékszem, hogy talán 2 sátor volt összesen, esett az eső, hideg volt, és egy páran voltunk, Dedák Patyék, Kolozsvári Zoliék, és ott esőbe szakadatlanul mi megfőztük a mi kis körköltünket, aztán ebből szépen lett egy ekkora esemény, amit én egyértelműen hiszek, hogy a szervezőknek köszönhető, és hogy magukkal hozták ezt a lendületet. És én azt mondom, hogy köszönöm szépen, hogy itt lehetünk, és hogy ilyen lehetőséget kaptunk ismét. Remélem jó sokáig fog tartani. Ez azt jelenti, hogy minden évben jó visszhangja van a cégnél ennek a kakasfőzdőnek, hiszen a dolgozókat vendégelitek meg ilyenkor, jól gondolom? Hát családokat, barátokat, így van, kollégákat. Én jókat hallottam eddig róla, úgyhogy remélem ez így is van. Szeretném, ha bemutatnád a főzőmestereket. Hát főzőmesterünk két úriember áll, ő a Bográcsnál is áll, Horváth Lajos kollégánk és Baranyi László. Természetesen konyhalányokkal, mert ugye egyedül nem biztos, hogy mindent elérnek és megtalálnak. Úgy szoktuk csinálni évek óta, hogy kétféle pörköltet főzünk. Az egyik, amit a Laci vezénylésével és az ő irányításával másképp teszi fel a húst, illetve a Varga Zsuzsi, ő pedig másképp szintén paprika nélkül megpörköli a húst, és utána kerülnek rá ezek a típusú fűszerek. Mind a kettő nagyon finom szokott lenni, egy icipicit más.
a cég új vezetője vagy, ha jól tudom, és ez az első ebben a szerepben, ez a kakasfőző. Gondolom, hogy mivel mondtad, hogy kezdetektől támogatod ezt a rendezvényt, idén sem okozott különösebb gondot ennek a megszervezése. Nem, én hiszem, hogy ez ettől teljesen független. Tehát ez egy nagyon jó lehetőség, nagyon jó alkalom barátoknak, családoknak összeülni. Ez teljesen független mindenféle beosztástól, mindenféle viszonytól.